Örülök, hogy ismét tudunk beszélgetni. Először is azt szeretném megkérdezni, hogy előzetesen mik voltak az elvárásaid és a terveid a 2010-es év nyarával kapcsolatban? Hát ugye elsősorban az volt az elvárás saját magam felé, amit ugye a megbízatásom kezdetén támasztottak felém is, hogy a csapat fiatalítását tovább folytassuk. Illetve ezen kívül, amit évközben ugye a legfontosabb célként tűzött ki elém a szövetség vezetés, és hát magunk el is ezt tűztük, hogy a világbajnokságra, 2011-es világbajnokságra kijussunk. Ezek voltak ennek az évnek a legfontosabb célkitűzései. Hogy érzed, ebből mit sikerült megvalósítani, illetve a csapat mennyit tudott ebből megvalósítani? Neked mennyire sikerült a tervek szerint alakítanod a csapatot, a játékát, a meccsek úgy alakultak el, hogy vártad, vagy teljesen másképp? Hát ez komplex választ fogok erre adni. Egyrészt, ha az előző kérdéssel kapcsolatban kell röviden válaszolnom, mindent meg tudtunk valósítani. Kezdjük röviden az, hogy kijutottunk jövő VB-re, tehát a legfontosabb célkitűzést teljesítettük, hogy a lépésekkel haladjunk, a kis lépésekkel is, és döcögös lépésekkel is az olimpiai selejtező felé, a VB-re kijutottunk. A fiatalítással kapcsolatban ugye többször elhangzott már a számból, hogy egy nem várt dolgok azért jelentősen befolyásolták ezt a úgy gondolom egészségesre tervezett és felépített folyamatot. Ugye több játékos is kivált idén, most már nem kívánom név szerint felsorolni, hiszen mindenki tudja, de azért a magyar női vízilabda nincs abban az erős és jó helyzetben, hogy négy szinte biztonság tűnő embert hirtelen pótoljak. Ennek ellenére azt gondolom, hogy ez olyan mértékben sikerült, hogy akik ettől a szerencsés, vagy hát nézőpont kérdésre, szerencsés helyzetben be tudtak kerülni a csapatba, ezek az emberek éltek ezzel a lehetőség, és a maguk módján a maximumot hozták. Az természetesen nem várható, hogy egy újonnan bekerült játékos ugyanannyit tudjon nyújtani, mint egy több százszoros válogatott. Másrészt pedig, ugye amit erre az évre tűztünk ki célul, és azt gondolom ezt is nem csak erre az évre, egyáltalán az olimpiai selejtezék célul tűztünk ki, hogy mindenkinek riválisai maradjunk úgy, hogy közben kicseréltük a csapat nagy részét. Erre azt a statisztikai választ lehet adni, hogy 9 olyan játékos volt idén az EB csapatban, akik nem voltak ott az olimpián, az előzőn. Ehhez képest idén mindenkit meg tudtunk verni, 2 csapatot leszámítva, az amerikait és az orosz válogatottat. Mindenki más, aki ellen vízbe szálltunk idén, le tudtuk győzni. Tehát azt gondolom ezt a hosszú távú reményeink és céljaink tekintetében vizsgálva, ez egy jó teljesítmény, hiszen ez okot ad arra, hogy bizakodjunk abban, vagy bizakodhatunk abban, hogy a VB-n is jól szereplünk majd, illetve lesz szanszunk ítni Londonba. Most, hogy azt mondod, hogy ugye nagyon, tehát lényegében a világ legjobb 6 csapata között vagyunk, illetve hát a nyáron voltunk. Ennek ellenére most az EB-n az 5. helyet sikerült elcsípni, úgyhogy egy Oroszország, Hollandia, Görögország, Olaszország tudott elénk kerülni. Ennek mi lehet az oka? Ugye ezt már több fórumon elmondtam, hogy ha futballedző lennék, akkor hivatkozhatnék a 3 világversenyre, mert nyáron elfáradtunk, meg arra, hogy 10 órás időeltolódás, meg 9 órás, és a szervezetünk nem bírta. Ezt sehol nem mondtam el, ettől felhetően ez tény. A Új-Zéland után, amikor a csapat kiválóan teljesített Új-Zélandon, és tegyük hozzá megint úgy, hogy 2 nagyon fontos ember, Jancsó Patricia és Kisteleki Dóra nem tudta a csapattal tartani különböző egyéni okok miatt. Ezek után a csapat kiharcolta simán a VB részvételt. Annak ellenére, hogy többen azt mondták, hogy csak Új-Zélandot kellett megvernünk, azért ott megvertük a görögöket is. Kanada ellen csak büntetőkkel kaptunk ki, és a csapat nagyon-nagyon jól játszott végig. Ezek után nyilvánvalóan a csúcsformánk valószínűleg Új-Zélandon jött ki, és Zágrában már nem tudtuk azt egyenletes teljesítményt nyújtani. Természetes erre hatással volt az egész nyár és a rengeteg mérkőzés, és azért pontosan azok a játékosok fáradtak el, azok a fiatalabbak, a 20 év körüliek, akiknél ez valamilyen szinten kalkulátó volt. Persze most érdekes lenne újra játszani a dolgokat, hogy az EB-re készülünk, de hát nyilván ilyen már nincsen. Tehát lényegében pozitívnak ítélhetjük a nyarat, illetve a csapat teljesítményét, illetve azt, amit létre tudtál hozni. Ennek ellenére az elnökség nem tartott igényt rád a továbbiakban. Erről tudsz-e mondani valamit, hogy mi az oka, mert nagyon sokan nem értik. Mi is kapunk ilyen e-maileket, és azt mondod, hogy téged is többen felhívtak ezzel kapcsolatban. Hát ugye a szerződésemnek van egy olyan kitétele, mint bármelyik szövetségkapitának nálunk, hogy amennyiben négyben nem kerülünk a legjobb négyben adott világverseny, akkor a szerződésem felbontató. 2 hatodik hely és 1 ötödik helyjel ez támadhatatlan, ez az indok, és ez volt a végső konklúzió a dolognak, hogy ezért kellett távoznom a válogatottól.
Igazából azonban több olyan kérdés fölmerült, ami azt gondolom, hogy valóban nézőpont kérdése, hogy jó vagy rossz döntés volt ilyen személyi kérdésekben. Nyilván én pozitívanak ítélem meg a szereplésünket, mert én csináltam végig ezzel a csapattal az elmúlt időszakot. Én éltem végig, és én küzdöttem végig azokat a napokat a játékosokkal együtt, hogy amiket előbb elmondtam, versenyben tudjuk úgy maradni a világ élvonalával, hogy sehol ilyen mértékű változás nem volt. Azt hiszem, hogy bármelyik riválisunknál a nemzeti bajnokság erősebb, mint nálunk, illetve a csapatok nagy része sokat többet készül együtt, mint mi. Ehhez képest értük el ezeket az eredményeket, ennek tükrében nézve én szerintem pozitív a kép. Nyilvánvalóan abból a szemszögből nézve, hogy hála Istennek, magyar vízilabdában mindenki érmeket vár, szerencsére, mert ilyen sportág ez, és ennek nagyon örülünk. Ebből a szempontból nézve nyilvánvalóan maradhatott hiányérzete bárkinek, nyilván nekem is volt, hiszen csak arra gondolok, hogy a Világliga 4-es döntőjében nagyon könnyen bekerülhetünk volna, tavalyi szabályokkal bejutottunk volna, az idei szabályok után büntetőkkel estünk csak ki a négybejutástól, és ugye ugyanez elmondható az elbéről is, hogy nüanszokon múlt a négybejutásunk. Én azt gondolom, hogy ha mind a két helyen négybe lettünk volna, a magyar női vízilabda szakák problémái akkor is jelen lennének, és nem lehetne elkendőzni egy-egy eredménnyel. Én nagyon remélem, hogy a folytatásban majd ez elvégzett munka kijön a lányokon. Van elképzelésed róla, hogy ki az, aki helyettesíteni fog tényleg, illetve hát váltani fog a szövetségkapitányi poszton? Hát ugye a sajtóban megjelent két név, ezt mindenki tudja, kik a legfőbb várományosai a szövetségkapitányi posztnak. Én felajánlottam az elnökség előtt, fel az elnök úrnak is személyesen, hogy én segíteni fogom az átadás átvételben az új kapitány munkáját, és mindaddig, amíg erre igényt tart, hogy információkkal ellássam, mert egyrészt azt gondolom, a játékosok mindenképpen megérdemlik azt, hogy segítsem az átmenetet, hiszen rengeteget dolgoztak azért, itt tartson a válogatott. Másrészt a saját munkám is bennem van, és bármi is lesz a következő évek, vagy csak a szűk két év eredménye, abban az én kezem munka is meg lesz, akár pozitív, akár negatív értelemben. Én nagyon remélem, hogy aki átveszi a válogatott, bárki is legyen az, az ugyanilyen elánnal és keményen fog dolgozni, mint hogy mi tettük a stábunkkal. Neked van favoritod, hogy szerinted kinek kéne lennie? Hát erről azt nem jó most nyilatkozni, nyilvánvalóan mindenkinek lehet saját vélemény, nekem is van, én nagyon remélem, hogy a legbölcsebb döntés fog születni az elnökség ülésen. Alapvetően azt kérdeztem volna, hogy hogyan tovább, de mostanra azért már ez ismert, mert mindenfelé megjelent, hogy átvetted a BVSC női csapatának az edzői posztját. Evvel kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy mik az elvárások a BVSC-vel, a csapattal kapcsolatban milyen változások történtek tavaly óta, és milyen érzés ez most a szövetségi kapitánykodás után egy idézesen sima klub csapatot átvenni? Hát egyrészt óriási kihívás. Soha életemben nem voltam olyan helyzetben, hogy pár nappal egy bajnoki rajt előtt kell becsatlakozni egy csapat életébe, és ott dolgozni. Nagy kihívás a számomra. El is mondtam a csapatjátékosának, hogy én ugyanazzal az elánnal és elszántsággal és akarattal fog dolgozni, mint a válogatott. Na, hogy bárki azt higgye, hogy itt kevesebbet fog beletenni, mert ez nem a válogatott, nem a klubcsapat. Sőt, azt gondolom, hogy itt még többet kell, hiszen egy válogatottban azért egy szakágnak a krémje szerepel, itt pedig rengeteg fiatal játékos van, rengeteg utánpótlás korú játékos alkotja akár a felnőtt csapatot is. Én nagyon remélem, hogy itt a keze munkája az emberek meg fog látszani. Azt hiszem, ez nagyon-nagyon sok türelem kell a játékosok részt az én részemről is, nekik is egy új helyzet ez. Hosszú távon lehet majd erről nyilatkozni, hogy milyen kül belőle. Én nagyon örültem ennek a lehetőségnek, hiszen én ugye előtte válogatott előtt 10 évi klubedző voltam, és nekem a napi munka, a napi két edzés, ez a ritmus nagyon-nagyon kedves, és nagyon örülök neki, hogy erre ilyen gyors a lehetőségem nyílt. Köszönjük szépen, mindenképpen gratulálunk az elmúlt két év válogatott teljesítményéhez, és nagyon reméljük, hogy a BVSC-ben is hasonló sikereket fogsz elérni, sőt.